sportosat. Híradónk vendége, ifjabb Érdi Tibor, háromszoros Európa-bajnok rally versenyzőnk. Szervusz, üdvözöllek! Az elmúlt időszakban már hozzászoktattad a kedves nézőket, szurkolóidat, hogy mindig csak jó hírről számolsz be. 2021, egy kicsit most, hogy mondjam, elvesz tőled sok-sok jóból, de most sok rossz történt veled, illetve valamiről nem is tehetsz, de most az is rosszul érint téged. Azaz azt jelenti, nem akarok jós lenni, de 2021-ben biztos, hogy nem véded meg az Európa-bajnoki címedet, de még a dobogóért is izzadnod kell. Hát az autósport az eléggé hullámzó, meg azt gondolom, hogy az ember pályafutásának vannak azért hullámzó részei. Ez az idei, ez egy kicsit rosszabbul indult, mint a tavalyi, de például a 19-es évünk sem volt a legtoppabb. De igyekszünk majd kijavítani a csorbát. Valóban két versenyen vagyunk túl. Kezdjük az egyik sem úgy sikerült, ahogy elgondoltuk. Hát az első az, el kell mondanom, hogy a mi kategóriánk az egy olyan kategória, ahova most már mindenféle autót beengedtek. Most idén még egy fejlett autót beengedtek, egy FIA kittel rendelkező autótípust, mondjuk a Suzuki-t, de ezt akár teheti az ember 6 különböző karosszériába, úgymond egy csomagot építhet otthon be az ember a 6 különböző karosszériába, és hát ezek az autók azért a mi autónkkal ellentétben sokkal-sokkal fejlettebbek már az évjáratából adódóan is. És hát ővelük kellett megküzdenünk, megversenyeznünk a pályán, ami mindaddig, amíg ki nem estünk, sikerült, hisz vezettük a kategóriánkat. Mindezek ellenére, tehát azért jobb autó Suzuki, ide vagy oda. Suzuki Spanyolország, tehát egy majdnem azt kell, hogy mondanám, hogy egy gyári csapattal kellett versenyeznünk. És ez sikerült is, minden úgy haladt a verseny folyamán, ahogy mi gondoltuk. Sokat nem tudtunk teljesíteni, ha jól emlékszem, akkor a negyedik vagy az ötödik gyorsaságin estünk ki az első napnak a háromnegyedénél. Volt egy pici félre, egy ugratónál egy picit rossz helyre randoltunk, többet magunkkal a kategóriába, illetve a mezőnyben, viszont a nálamnál fejlettebb autók azt a szintkülönbséget, illetve gödröt kimozogta a lengéscsillapító, amit a mi autónk már nem tudott átlépni, ezért visszadobta az autót az út, és lesodródtunk egy picit az útról. Viszont ez a verseny, ez egy nézők elől elzárt verseny volt, tehát nem is tartózkodhattak volna nézők magán az egész eseményen. Viszont ott, ahol mi lecsúsztunk az útról, sajnos álltak nézők az út mellett, és elsodottunk belőle kettőt. Hozzáteszem, ott álltak, ahol ami amúgy is egy biztonsági zóna volt, és sajnos bemehettek oda a nézők, és most mondom, két nézőt elsodortunk. Ilyenkor a protokoll azt kívánja meg, hogy az ember megnézze és megbizonyosodjon arról, hogy mekkora a probléma. Mi ezt megtettük, és sajnos mondták a nézők, hogy baj van, mert a földön fekszenek és nincsenek jó állapotban, tehát innentől kezdve sajnos a versenyünknek úgymond vége szakadt, mert meg kellett várnunk a mentőt, rendőrséget és az egész procedúrát lefolytatni, ami ilyenkor protokoll. Felmentettek minket, hát nekünk jogunk van úgymond a pályaszélén lenni, mint versenyzőknek. Nagyon sajnálatos, hogy ez miatt kellett úgymond kiesnünk az első helyről, mert a De ez akkor a rendezők hibája, jól értem, mert ott nem lehettek volna nézők, ugye? Pontosan. Tehát akkor a rendező tehet róla, hogy egy az, hogy benn voltak egy biztonsági zónában, a másik az, hogy nem is tartózkodhattak volna a versenyen. Ez most akkor... ilyenkor visszadobjátok a labdát a rendezők felé?
Vagy inkább lehet, lenyelitek a békát. Lehet, hogy lehetne, de inkább lenyeltük a békát, mert úgy láttuk jónak, hogy ha már egyszer egy ilyen dolog történt, akkor nem kezdünk el hadakozni. Jó, csak széllel szemben az ember nem szeret. Első EB futamotok, élen álltok, vezettek, és akkor a rendezői hibából ugrott a verseny. Ez így, ahogy van, ahogy mondott, fehéren és feketén. És azért szomorú az egészben, mert ez az első verseny, illetve a második verseny mind a kettő Murván zajlódott, és mind a kettő nagy sebességű versenyek, ami a mi autónknak kedvezett. És ezen a két versenyen tudtam volna egy pici előnyt kiépíteni a vetélytársakkal szemben ahhoz, hogy jó léptékben haladjunk a bajnoki cím megvédésében. Ehelyett úgy kezdtünk, hogy gyakorlatilag nullával. És ez elnézést, ez, hogy az nullával kezdtétek a második EB futamot. Ez mennyire nyomta a válladat? Nem, az nem nyomta a vállamat igazából, azt nem tudtam, hogy mire számít csak saját magammal szemben, mert azért hiába 20 éve versenyzem, az embert azért megviseli, amikor elsodor nézőt. Én nekem még soha az életemben nem volt ilyen esemény az életemben, és azért, hogy mondjam, az első pár óra azért nagyon-nagyon nyomasztó volt, hisz nem tudtuk, hogy mi lesz a nézőkkel, az adatvédelmi dolgok miatt nem nagyon akartak információt szolgáltatni, és ahogy telt az idő azért, hogy mondjam, egy picit azért dühös vagyok a nézőkre, hogy ott álltak ahol, a rendezőkre is, úgyhogy ez egy picit segített földolgozni az esemény, de az, hogy amikor beleültem újra a versenyautóba, nem, fogalmam sem volt az, hogy fog a szervezetem működni, hisz úgy volt. Hogy érezted magad a kocsiban? Fölszabadultan, tehát az egyik kedvenc versenyemre mentünk, tehát és a hivatalos teszten sikerült aklimatizálódnom az autóban a körülményekhez, és félre tudtam tenni ezt az incidenst, ami történt az első versenyen, úgyhogy teljesen fölkészülten vártuk a második versenyt. Jó, jött a második verseny, ott mi történt? Második versenyen jól alakult a helyzetünk, vezettük a versenyt, majd ott is vezettük a versenyt, és hát vétettünk hibákat, ami miatt kaptunk büntetést. Az első nap az úgy működött, hogy egy kihelyezett szervizpark volt építve, ami egy leszálló pályán gyakorlatilag azt használhatja az ember, ami az autóban van alkatrész. Tehát egy ilyen sprint jellegű futam, és az előző évekhez képest is ugyanígy volt a rendezvény, és tényleg amit az autóban tartasz, azt használhatod, illetve kézi szerszámokat. Na most az autódba egyáltalán? Ilyenkor beteszünk pótalkatrészeket, fék, csövet, kormányeszekötőt, ami tényleg, ha az ember közlekedik, gyorsan megy, akkor de van egy lista, ami általában nagy százalékkal ezek közül lehet valamivel gondolni. Sok mindent nem teszünk extrán be az autóba az ilyenre, de azért a könnyebb, sérülhetőbb dolgokat azért egy-egy dolgot azért beteszünk az autóba. És akkor itt a szervizparknál hozzányúltatok arra? És olyanhoz nyúltunk hozzá, amit a szabályok nem engedtek, tehát a futóművet sem lett volna szabad ellenőriznünk. Ilyenkor fölkerül mind a négy kerék helyére egy tábla, amit Tamillal összekötünk, és ez megmutatja, hogy gyakorlatilag a futómű hogy is áll az autó alatt. Azért került ez föl rá, mert egy picit sérült a futómű, a gödrök, illetve a mechanikai ütések végett, egy picit ferde volt a kormány, és azt gondoltam, hogy javítsuk ki, mert hát az úgy nem jó irányítani sem. És ezt a táblázást, ezt lefotózta az FIA, de mellettünk lévő autó a kategóriában egy Subaru-s páros őneki is, és a soron, ez egy leszálló pálya, és szépen sorba a soron
többet magunkkal, mindenkit szépen lefotóztak, hogy, hogy ezt a senki alkot... nem tudta, hogy mi a szabály, vagy most hoztak egy új szabályt? Ez állítólag nem új szabály, az előző években is állítottunk futóművet, valamiért erre most ki volt hegyezve az FIA, és szépen szedte a dolgokat. Kiugróan magas volt ezen a versenyen a büntetések száma, több mint a fele mezőny büntetést kapott. Mindegy az, hogy gyorshajtás, rossz menetlevélkezelés, ez a rossz szervizelés. Nem tudom megmondani, hogy pontosan miért, valamiért most ezen a versenyen kiugróan sok volt a büntetése, és hát minket is sújtott, úgyhogy kaptunk időbüntetést, elkéstünk, ez is érdekes, elkéstünk menetlevél szerint az egyik időellenőrzőről, pedig jó időben voltunk bent, a kettővel mögöttünk lévő autó előbben mehetett szervizelni, amikor mi még nem voltunk benne a szervizben, érdekes volt, ezért is megbüntettek, és hát ami így összejött... Mit hibáztatok? Véleményünk szerint semmit, de az idő, hogy mondjam, a menetlevél elleni óvás nem nagyon létezik, így ezt a békát le kellett nyelnünk, és ezért a 10 másodpercél nem tudtunk óvni, vagy benyújtani dolgokat. Úgyhogy szépen az első nap végén mi vezettük a versenyt, a második nap rajtjánál meg másodikok voltunk, és én azt gondoltam, hogy ezt be tudom hozni, ezt a lemaradást. Meg is indultunk, dolgoztuk le a hátrányunkat, és az egyik kedvenc, úgymond kedvenc pályán, már sokszor mentünk ott, és minden évben megrendezik. Egy picit gyorsabban érkeztem meg egy féktávhoz, és lecsúsztunk az útról, megütöttük az autónak a jobb hátsó futóművét, és avval a Charlie futóművel kellett még egy 10-12 kilométert végigmenni a pályán, tehát ott gyakorlatilag megvertem saját magamat egy perccel, és itt már biztosan bebizonyosodott, hogy nem kell az első helyre versenyeznünk, és gyakorlatilag másodikok leszünk ezen a versenyen. És hát így is lett, behoztuk az autót a második helyen, és hát így állunk most jelenleg. De itt még van egy történet. Valóban, a csapatunknak a médiás, a fotós a pályafelderítésnél tiltott helyre ment be. Ez mikor volt ez a pályafelderítés? Ez verseny megelőző napon, tehát körülnéznek ilyenkor édesapámmal, hogy merre kell. Ketten mentek? Igen. Édesapád tehát... meg a fotós? Mm-hmm. És úgy szól a szabály, hogy csapattag sem tartózkodhat a pálya közelében. Na most ilyenkor hát megjegyezték a rendszámot, felírtak, és rendszám alapján ugye eltaláltak hozzánk, és azt a szabályt alkalmazták, hogy ezen a versenyen mi pontot nem szerezhetünk. Úgyhogy a versenyben értékelnek, de pontot nem szerezhetünk. Mikor tudtátok meg? Ezt az első nap, a második nap első gyorsági előtt egy fél perccel. Tehát úgy rajtoltunk el a második nap, hogy már tudtuk azt, hogy csak a versenyért. Tehát EB pontot megint nem szereztek. Tehát... Gyakorlatilag megint nem szereztünk EB pontot ezen a versenyen, de... Itt ki hibázott? Édesapád vagy a fotós? Hát itt gyakorlatilag én azt gondolom, hogy nem személyisíteném a dolgot. Az egész csapat, mind az egész verseny alatt az egész csapat... voltak hibák, tehát a navigátor oldalon ugye ez a menetleveles dolog, nem tudjuk pontosan meghatározni, hogy ő volt-e a ludas, vagy az idő ellenőrzőbe hibázott a sportbíró. Én is hibáztam, mert lecsúsztam az útról. A csapat másik része a futóműállítató műszerrel, ugye apujék is ott voltak, ahol nem kellett volna lenniük, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy csapat darabokra szétesett? Nem esett, nem estünk akkora... szét, hisz a versenyen másodiknak beértünk, és fölálltunk a dobogóra, de most nem úgy sikerült működnünk csapatként, hogy az egy első helyet jelentsen.
De most azt mondom, hogy a második hely is szépen csillog, és csak fennálltunk a dobogón, és pesgőzhettünk. Ezen a versenyen, ha jól tudom, akkor már a negyedik, ötödik éve fennállunk a dobogón, úgyhogy semmit sem csorbult a verseny a szememben, azért, mert voltak ilyen büntetések, illetve baklövések. Bármikor szívesen visszamennék ugyanoda. Egyébként ez törvényszerű volt, hogy most hirtelen ilyen rutinus csapatnál ezek előjönnek, ezek a... Nagyon-nagyon rég nem hibáztunk. Azért kérdezem, tehát, hogy ez most hogy törvényszerű, azt gondolom, idő hogy után muszáj, kell ilyennek lennie? Minden versenyzőnek azt gondolom, hogy az életében előfordulnak hibák, hisz a magyar bajnokságban is a verseny éllovas, tehát a bajnoki éllovas is sokat hibázott idén, és nem áll jól a szénája, de ugyanúgy nagyon régóta versenyeznek pilóták, akik hibáznak az életük során. Én azt gondolom, hogy igen, csak minket ez elkerült. Nem egy pilóta hiba, itt most mindenki. Hát most mindenki hibázott, minden szinten szinte minden. Igen, mi nem voltunk rosszul a kajától, tehát ő egyedül nem hibázott, de hát most ez így sikerül, de hát ezt ki fogjuk küszöbölni, és megyünk tovább. De és hová? A kérdésem ez, hogy hová? Ugyanis most jelen pillanatban csak a kérdésre. Most hol álltok az Európa bajnokságon? Úgy állunk, mintha még csak most kezdenénk hozzá. Azaz nulla pont. Azaz nulla pont, igen. És ha jól tudom, ebbe az évbe jött az új szabálymódosítás? Igen. Ami viszont újabb csapás rátok nézve. Valóban az eddigi megszokott, úgy mondom, a pár év alatt megszokott pontozási rendszer változott meg, miszerint a mi kategóriánkban úgy értékeltek minket, hogy négy teljesített verseny alapján a megadott 6-7, mikor mennyi versennyel lehetett egy per év számolni, a mi kategóriánkat csak 4 versennyel számolták el. Idén tehát a 4 legjobb eredmény. Tehát indulhatunk mi 6-on, de akkor is a 4 legjobbat számolták. Na már most idén, ha jól tudom, 8 verseny lesz, ebből mindet értékelik, mínusz 1 verseny. Tehát egy picit távolabb került ez a bajnoki cím tőlünk. Mert jól tudom, volt úgy, hogy 4 versenyt jutottok mind a 4-en, és ez elég is volt nektek, hogy megnyerjétek az Európa bajnokságot. Igen, eléggé domináltunk ebbe a sorozatban, ebbe a kategóriába, és valóban volt, hogy 4, volt, hogy 5 versenyből sikerült bajnokságot nyerni, viszont idén 8 versenyt biztos, hogy nem tudunk teljesíteni. Eddig kettő ment le, most zajlik a harmadik verseny ezen a hétvégén. Ahol nem lesztek ott. Olaszországba, ahova nem megyünk el. Ez taktikai okokból történik meg, hisz tudjuk azt, hogy Olaszországba megmászni a hegyeket, a hegyekről lejönni ezzel az autóval azért hátrányban vagyunk, nem picit, mint a kategóriatársak, hisz vannak GT autók is már a kategóriánkban, amik majd 400 kilóval könnyebbek, viszont erősebbek. Oké, hogy csak hátul hajtanak, de akkor is a súlylóerőben bőven odébb vannak, mint mi. Na már most, hogyha megfelelő tapadás van, akkor azért kikapunk ezektől az autótól, és Olaszországban jó tapadás van, jó utak vannak. Beengedték az új Rally 2 kittes autókat, innentől fogva a mi autónk azért elavult lett ebben a kategóriában, és nem szeretnék úgy elmenni egy versenyre, hogy csak azért ott legyünk, hogy élvezkedjünk, ettől már sokkal-sokkal többet versenyeztünk. Ha elmegyünk egy versenyre, akkor szeretnénk azt megnyerni, és pontokat szerezni a bajnokságban. Viszont a büdzsénk az véges, és nem tudunk elmenni 7 versenyre, csak 4-re, 5-re, ezért is volt kedvező számunkra ez a sorozat. Úgyhogy idén is ez a 4-5 versenyre tudunk elmenni,
eddig enged a büdzsénk. Akkor azt jelentől még max. 3 verseny. Maximum 3 versenyre még el tudunk menni, amiből borulátó vagyok, hogy ebből valami jó eredményt is ki tudunk hozni. Ezért kezdtem úgy, hogy kezdtem a beszélgetés sajnos. Igen, úgyhogy... Ha most azt a hármat megnyeritek, az mire lehet elég? Egy dobogó harmadikra? Esetleg. De hát ki tudja, tehát hogyha az ellenfelek kiesnek, össze-vissza szereznek pontot, akkor bármi lehet. Én azt gondolom, hogy úgy búcsúzunk ettől a kategóriától, hogy ebbe az évben talán nem mi leszünk a bajnokok, de emelt fővel fogjuk búcsúztatni ezt a kategóriát. Akkor 2022-ben már megvan, hogy hol indulsz? Nincsen, sőt, a mi autónk kiöregszik ebből a kategóriából, és még nincs is meg teljesen körvonalazódva az, hogy milyen autók fognak indulni ebben a kategóriában, hisz amit beengedtek idén autókat, azok ugyanúgy nem indulhatnak a jövő évre, illetve az RGT autókat is külön szedik, tehát ez a kategóriában jelenleg egy autó fog tudni indulni, egy típussal, és ez a Ford Fiesta Rally 3-as autó, ami jelenleg én nem látom késznek ahhoz, hogy milyen autóra váltsunk. Ráadásul annyival gyengébb és annyival butább autó miénknél, hogy ebben nem is szeretnék visszaülni. Akkor mire szeret 2022-ben? Még mi se tudjuk azt, hogy mi legyen az irány. Borús egy kicsit a jövőnk, de várjuk a napsütést, hogy meglássuk azt, hogy ha elmennek a felhők, akkor mi fogunk ráragyogni. Ebben az évben akkor 2 verseny a 100%, vagy a 3 is 100%? 2 verseny 100%, én azt gondolom, hogy melyik a harmadik is. Melyik lesz az a 2, mi 100%? Csehországban a Barum Rally, ami augusztus végén, illetve a magyar EB futam a Nyíregyháza Rally, amire szintén 100%, hogy elmegyünk, és szeretnénk évvégén a Kanári-szigetekkel búcsúzni a sorozattal. De az attól is függ, hogy az első, az a két futamon hogy szerepeltek, vagy az független? De hát nézd, hogyha nem sikerül jól a két verseny, akkor szinte felesleges elmenni a Kanári-szigetekre, hisz azért nem a legközelebbi verseny, de jó lenne ott lenni az utolsó versenyen ezzel az autóval, és elbúcsúztatni tényleg úgy ezt az autót a kategóriától, hogy annak legyen azért hírértéke. De hogy mit hoz évő, nem tudod? Tényleg nem tudom. Tehát mondanám, ha látnám az, hogy körvonalazódik valami, de jelenleg... Akkor most milyen motivációval, mivel fogsz beülni, milyen... Nézd, a hátralévő versenyeket szeretném megnyerni ezzel az autóval, és tényleg úgy búcsúzni tőle, hogy csak a szépekre és a jókra emlékezni. Tehát most cél az, hogy aminél indulunk, azt megnyerjük. És jelenleg így állunk neki a hátralévő pár versenynek. Hogy aztán a jövő mit hozod majd? Egy másik kérdés. Meddig kell eldönteni nektek idén, hogy a jövő évre milyen utat választottatok? Augustus, amennyire szeptember. Megváltozott ez a dolog, én egy 10-20 évvel ezelőtt az ember azért már évvége fele tudta azt, hogy mivel indul a következő évben. Annyira felgyorsult az egész motorsport világa, az egész privát szféra, hogy ezt még, hogyha a következő év elején derül ki, hogy mivel is, merre is folytatjuk a pályafutásunkat, még azzal se vagyunk elkésve. Tehát amíg el nem kezdődik a bajnokság, előtte egy pár hónap kell azért, hogy az ember fölkészüljön, de ezek a bajnokságok április-májusnál előbb nem indulnak el. Tehát azt mondom, hogy még az év vége is hozhat változást az életünkbe. Zárásként elképzelhető, hogy abba kell hagynod 2022-ben a versenyzést? Vagy minden áron beülsz az autóba, valamilyen autóba és valamilyen verseny, de elindulsz? Vagy ha rangon alul történt, akkor inkább abba hagyod?
Nem fordult meg a fejünkbe még, hogy abba hagyjuk, ahhoz még egy picit fiatalnak érzem magam. Rangon igen, alul... csak hát a lehetőségek, kocsi. Igen, tehát vannak, nagyon sok lehetőség van a motorsport világában, sőt a rally világában az, hogy tovább folytasd. Vagyunk egy szinten. De ebből nehéz, nem akarsz engedni. Nézd, bármit engedek, ez alá fog menni. De így a pályafutásom derekán azért tudunk visszább is lépni. Csak azért, hogy utána újra. Hogy új erővel, és akkor akár följebb lépjünk. Tényleg nagyon-nagyon nyitottak a lehetőségek, ha az embernél a büdzsé megvan. Most jelenleg nálunk egy picit a büdzsé az szűkösebb, mint amennyi kéne. Hogy... De akkor bármi is történhet, tehát várjuk a lehetőséget, dolgozunk érte, de most egy kicsit nem olyan a büdzsé. De egy a lényeg, hogy nem engeded, hogy kiszámoljanak. Újra versenyezni fogsz 2022-ben is. Szeretnénk, igen. Úgy legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. További sportosat.